A Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár számos programmal készült a könyvek szerelmeseinek, ugyanis kortárs szerzőket hívtak meg pódiumbeszélgetésekre, az olvasók pedig dedikálhatták kedvenc műveiket. Örülök mindig, amikor Bonyhádra hívnak, nagyon kedves emberek laknak Bonyhádon. Találkoztam sokukkal egyébként már a könyvhéten Budapesten idén, de itt is itt voltak, úgyhogy lelkesen jönnek, hallgatnak, és beszélgetünk egymással, dedikálunk, és időt töltünk együtt, ami mindig jobb. Az írás önkifejezés valójában, tehát hogy én már sok éve írok, regényeket írok ugye elsősorban, most már több műfajban kipróbáltam magamat. Önkifejezek, sztorikat mesélek el, szórakoztatok, ez nagyon fontos része az írási folyamatomnak, hogy szórakoztató irodalmat írok, hogy az embereket szórakoztassa. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez nem megy rosszul, tehát hogy elég sok olvasóm alakult ki az elmúlt évek során, és szeretik a regényeket, úgy látom. Az olvasásokat fejlesz embernek a gondolkodás módján, akár kritikus gondolkodás módján, akár a problémamegoldási képességein, akár csak annyit, hogy látja, hogy más karakterek, más figurák, más emberek hogyan oldanak meg problémákat, látnak egy problémamegoldási lehetőséget, amit akár ők is tudnak a saját életükre vonatkoztatni. Sok rétű az olvasásnak a hasznossága, a szórakozáson kívül, amit az előbb ugye említettem. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy olvasson, a gondolkodását egy picikét tágítsa, a világnézetét tágítsa, és inkább töltsön a betűkkel időt, mint a tévéképernyővel, mert sokkal mélyebben láthatja a karakterek fejlődését, mint mondjuk egy sorozatban. Hát aki most kezdő, én a kitartást kívánok, nagyon sok kezdő szerző a magánkiadásban is például. Azt tanácsolom, hogyha elkezd valaki írni, akkor kezdje el feltölteni az internetre az írásait, kezdje magának közönséget felbubálni, ismerősök osszák meg a történeteit, akkor jönnek még többen, akik már tudnak egyfajta közösséget biztosítani az íróknak. Kiadók sokkal könnyebben állnak szóba olyan írók, akiknek már van közösségük, akik már fel tudnak mutatni valamit a kiadók előtt, hogy akkor ők valószínűleg érdeklődni fognak a könyvem iránt, ők ajánlani fogják a könyvemet, tehát hogy legyen valamiféle bázis, illetve hát az írási fejlődés része, hogy hallgassuk meg az olvasóknak, a közönségnek a véleményét, és azt építsük bele az írományainkba, hogy ez minél inkább fogyasztóbarátabb, olvasóbarátabb a történet, ha ezeket a megjegyzéseket, véleményeket figyelembe vesszük az írási folyamat során. Én krimi és thriller kedvelő vagyok, férfi vagyok, nyilván a keményebb, picit véresebb sztorikat jobban szeretem, de egyébként olvasok romantikus regényeket is, hogy arról van szó, tehát nyitott vagyok mindenféle műfajra, de én inkább krimi rajongó vagyok. Családias, kulturális programokkal készültek a szervezők az érdeklődőknek. A gyerekek sem maradhattak ki, hiszen számukra volt arcfestés, meseolvasás, kézműves foglalkozások. A helyi és környékbeli kézművesek és termelők gazdag termékkínálatot biztosítottak a vásárolni vágyóknak. A kiadói, illetve írói sátrokban az aktuális művektől kezdve a Bolha piacon át minden megtalálható volt. A fesztiválra érkezőket megkérdeztük, miért jöttek. Levente miatt jöttem, már jó pár éve olvasom a könyveit, és nekem nagyon tetszenek. Úgyhogy én miatta jöttem most el, meg hát nyilván környékbeli vagyok, így hallottam, szeretek olvasni is, úgyhogy azért vonzott maga ez a könyvfesztivál is, hogy eljöjjek. Szerintem jobban el tud mélyedni benne az ember, egy kicsit tud magáévá tudja tenni a könyvet, és nem tudom, meg egy kicsit talán, nem is tudom, jobban magunkba tudunk nézni, el tudunk mélyülni, és tényleg úgy, ahogy mondtam is, hogy magunkénak tudjuk érezni az adott történetet, sztorit. Igazából mindig is szerettem olvasni, meg régóta terveztem már, hogy eljöjjünk, meg igazából a Fábián Janka az egyik kedvenc íróm a magyarok közül, és akkor miatta is, elsősorban miatta. Igazából szerintem empátiára tanít, ez a legfontosabb, amit mondani tudnék róla, hogy a könyveken keresztül meg tudunk élni egy csomó olyan tapasztalatot, amire a való életben nincsen lehetőségünk, és szerintem elfogadóbbak is lehetünk másokkal, meg ugye olyan korokba is bele tudjuk élni magunkat, amit szintén már ugye régebben volt, nem ismerünk annyira a hétköznapi emberek szemszögéből. Közvetlenebb kapcsolatba tudjanak kerülni, tehát például amikor gyerek voltam, akkor nagyon sokan gondolták azt, ugye írók meg költők most már nincsenek, tehát ugye minden csak a régi, és szerintem azért, hogy a kortárs irodalmat is tudja egy kicsit közelebb hozni az emberekhez.